Legutóbb múlt péntek délután történt lövöldözés az újvidéki Újtelepen. Ebben a város részben rendszeressé váltak az incidensek, az elmúlt egy hónapban kettő ilyen történt. A feltételezések szerint szurkolók közötti bandaháborúról lehet szó. Az egyre sűrűbben előfordult incidensek miatt 200 új rendőr érkezett a tartományi székvárosba. Ez hozzájárult ahhoz, hogy javuljon a közbiztonság, nyilatkozta Milos Vucevic, Újvidék polgármestere. Mi da nismo imali incident na novom naselju, da je bio učesnik jedan, odnosno njih dvojica koji su učesnici brojnih prethodnih incidenata i po izveštajima koje sam ja dobio od policije na desetine krivičnih prijava ima protiv njih. Znači radi se o istim licima. Mi bi imali potpuno mirnu situaciju u gradu odnosno na prethodni period. Az ország több részéről érkező rendőrökkel elbeszélgetett Milorad Veljović, a rendőrség igazgatója is. Košto i danas gradonačelnik istakao da imamo negde 10 kriminalaca koji su više proveli u zatvoru nego na slobodi i da oni danas haraju Novim Sadom u smislu svih izgreda i vršenja krivičnih dela, to jednostavno ne smemo dozvoliti. A rendőrigazgató ellátogatott az újvidéki József Attila általános iskolába is, ahol az intézmény igazgatójával, tanáraival és a szülők tanácsával a diákok biztonságáról beszélgetett.